Rozalinda szeletet fogok ma készíteni. Nekem ez egy nagyon különleges ünnepi sütemény. A tésztájához fogok majd készíteni 6 darab mogyorós lapot, és ezt egy nagyon finom csokoládékrémmel töltöm meg, a tetejét pedig pirított mogyoróval szórom meg. Ezt a süteményt érdemes a krémmel elkezdeni, mert viszonylag hosszú idő kell ahhoz, hogy teljesen kihűljön. Mutatom is, hogy hogyan készítem. 400 ml habtejszínt közepes hőfokon teljesen felmelegítek. Most már majdnem forra tejszín, lehúzom a tűzről, hozzáadok 18 dekagram étcsokoládét és egy evőkanál rumaromát. Nincs semmi más dolgunk, csak hagyjuk, hogy a csokoládé szépen elolvadjon a tejszínben. A csokoládékrémet hagyom szobahőmérsékletűre hűlni, és utána be fogom rakni a hűtőbe 3 órára. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy utána majd szép krémet tudjak belőle készíteni. A tésztalapokat 2 részletben fogom majd elkészíteni, azért, mert itt sokkal könnyebb dolgozni majd vízgőz fölött a tésztával. Tehát először is kemény habot készítek 3 tojásfehérjéből, úgyhogy fokozatosan hozzáadok majd 15 dekagram porcukrot. Körülbelül 2 percig mixereltem a cukrot és a tojásfehérjét, tehát nem lett teljesen kemény hab, kicsit még folyós, és hozzáöntök 10 dekagram pirított és ledarált mogyorót. Az egész masszát beletöltöm egy fém tálba, mert vízgőz fölött fogom folytatni majd a kevergetést. Körülbelül 6-7 percig, amíg jól átmelegszik. Használok egy nagyobb méretű gáztepsit, annak a hátuljára rakok egy szilikonos tartalmú zsírpapír, tehát egy jobb minőségűt vásároljatok, mert ez a massza eléggé ragadós, tehát nehéz akkor leszedni róla. Jó? A jó átforrósodott tésztát ráöntöm. Jó, szépen elsimítottam a massza tetejét. A sütőt már előmelegítettem 160 fokra, és akkor most be is rakom gyorsan. Tizenöt percig sütöttem a tésztát, és óvatosan átrakom tortarácsra, és hagyom pár percet hűlni. Ilyenkor még könnyű vele dolgozni, fogok egy pizzavágót, és 3 részre vágom. Ollóval a vágás mentén elvágom a tésztát. Most, hogy ilyen klasszul felszereteltem a tésztát, sokkal könnyebben fogom tudni lehúzni róla a zsírpapírt, megfordítom, és óvatosan lehámozom róla. Elkészült a 3 tésztalap, de nekem még szükségem van még 3-ra, úgyhogy újra elkészítem ezt a tésztát. Thank you.
folytatom a krémkészítéssel. 3 óra eltelt, én kivettem a hűtőből, most már kellőképpen hideg. Egyébként ezt előző nap is el lehet készíteni, még jobb neki, hogyha egy éjszakát áll a hűtőben. Jó, mixer segítségével most akkor elkezdem habosítani. Ha valakinek nem lenne elég édes, akkor ilyenkor hozzá lehet rakni még kb. 5 dekagram porcukrot. Én nem fogom tenni, mert nekem így elegendő. Elkezdem a téglalap formájúra vágott tésztáknak a töltését. Körülbelül 2 evőkanálnyit rakok egy-egy lapra. Amíg töltögetem a süteményt, eszembe jutott, hogy a megmaradt tojás sárgájából nyugodtan lehet csinálni például fánkot, vagy akár majonézt, csörögefánkot, vaníliasodót, nagyon sokféleképpen fel lehet használni. Végezetül a sütemény tetejét díszítem pörkölt, durvára vágott mogyoróval. Ez körülbelül 5 dekagram. Elkészültem a süteménnyel, most már lehet is szeletelni melegpengéjű késsel, ilyen roppanós lesz, kicsit ragadós, másnapra viszont már a sütemény annyira összeérik, hogy szinte elolvad a szánkban. Nagyon finom, érdemes megpróbálnatok. Mm-hmm.